Kányádi Sándor, az okoskos. Lucskos, latyakos őszvége volt, akárcsak most. Mikor vására vittek egy kost. Szép, nagy állat volt, fajtiszta racka. Sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni. Mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekerget kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. És mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve, valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírébe állott, és büszke is volt olykor a kosára, de egyszer mégis megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vására. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat. Kíváncsiságból a szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma. Vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni! Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsi múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázdakos egy kofakos elára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihasznak kecske, hogy kerülne már rúdra bőröd. Eképpen zsörtölődött a most már cseppet semmilyen borpásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám, úgy legyen. Mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak. S indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez! Nem pörkölt? Nem, bizony gazdám, volt eszed, de nekem is voltám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem, meghalni nem volt kedvem, és amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem, s a késével, mit megfent, nyomban a sárba nyekkent, talán még most is ott van a pocsban, hol van az előírva, hogy buta minden birka. A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárról vásárra. De hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.